Szevasztok, bájterek, rengeteg hírünk van, de mindenek előtt a legnagyobb talán az, hogy már majdnem 10 000-en vagyunk. Mivel, hogy meggyarapodtunk, és még csak, hogyha most csatlakoztok be hozzánk, akkor mi vagyunk az Arbeit News. Ahogy csütörtökönként 16:00, akkor nagyon fura hírekkel jövünk, és néha még talán klippekkel is, vagy vloggal. De inkább hírekkel. Rögtön itt az első hírünk, az azerbajdzsáni orosz iparmágnás Adrusnu Izarbezsid Izur Beigli űrvárost épít. Beigli. Megvannak a drónelkapó baszós hasok Hollandiában, na hát itthon folyamokat használunk erre a célra, és még csak nem is működnek. Hollandiában, Magyarországgal szemben tényleg van valóság alapja annak, hogy picit korlátozni kéne a drón használatot. Easy to them. Szankcionál. Sokan például az, hogy a börtönben megpróbálnak bereptetni különböző illegitim tárgyakat. Miket? Illegetem. Hogy hegedülni 3 napig a Titanicon? Na, az ilyen abuzálások elkerülése véget állították csatarendbe a holland drónelkapó solymokat. Abuzálás az mi az? Álljunk meg egy szóra Csabival, rovatunk következik. Abuzálás, latin eredetű szó, zaklatás, molesztálás. Abuzázás. Kis hazánkban ezt a megtisztelő feladatot nem más kaptam, mint ősáratunk a sólyom. De nem a Leslie. A drón mindenséged legyen, ne gyere már le rögtön. Ja, hát én csak egy madár vagyok. Papa! Hithő ungáris a solymaink nem működnek igazán nagy hatásfokon, hiszen szarásig vagyunk denevérrel a parlament és kupola környékén. Még mindig nem mondtuk el, hogy mi a lényeg, mondd már el! Mondd már el nekik! Erre várnak mióta. Solymok felzabálták a denevéreket, a drónokat meg leszarták, legyen már ennyi elég. Igen. Az intergalaktikus azerbajdzsáni milliárdos űrcsászár. Űrkommunát létesít. Nem is akár hogyan, megvan már a zászlóterv hozzá. Az, hogy már 144 000 lakosa van, pedig nem is lakik ott senki. Az űrországot Asgardiának hívják, és már az ESZ-nél is fel van terjesztve az elfogadtatás. A 144 000 baromállat már kőkemény pénzért bevásárolta magát a nem létező űrtelkekbe. Kapcsoljuk a helyszínről intergalaktikus űrjogi szakértőnket, űrnök Edlit. Nem lesz itt Reméljük, hogyha megalapul az Úrállam, akkor Igorban nem lesz egy véreskező diktátor. Tudjátok, amolyan Fidel Castronauta. Értem. Űrhumor. Úrhumor. Ennek az űrvilágnak visszatérő állampolgára lesz Pataki Attila és berőzült műsorvezetője Marsi Anikó. Valamint elképzeltünk egy mindennapi galaktikus összesúgást is. Te ide figyelj, te mondja már megint a hátsó kvadránsban a Jóska. Biztos nemzetközi űrkutatás. Vagy a kisfiú az iskolában. Még 5 perc a szünetből, aztán kezdődik a meteóra. Attól tartunk, ebben a világban is örök téma marad az egészségügy. A pacemakerem! Hihetetlen humortalan applikáció, zaklató, telefonon mostanság mindenkit. Ha 51 számról hívnak, akkor valószínűleg téged is jócskán át akarnak. Viccelni? Előre rögzített rossz hírek közlői keresik fel az átvert alanyokat. Olyan üzenetekkel, hogy drogot találtak a lakásodban, azonnal menj haza. Leégett a gardróbod. Vagy egy busz. A gardróbodban. Szól ez a jócskán, igen, paraszt, paraszt, cucc, még rögzít is a majrézásodat. Hanganyakként. Amit aztán végül a pranker megszerez és jaszkarizhat a károdra. Picit nekünk a humor nélküli vicc olyan, mint az autó kerekek nélkül van. De minek? Szerintünk ilyet nem illik csinálni, pláne nem közhírét tétetni és utána ráhozni a szégyen méteres ködmönnyét. Nem kívánom neked mondom, de sok farkas kiáltás után, amikor egyszer ne agyisten, tényleg kigyullad a busz a gardróbodba. Kicsit képzavarok, de ott lesz egyedül a bajba. Mint most én. Ezen a héten nem mehetünk rá a részegorosz csávó mellett sem, aki egyedül került 3 órára a bajba. Jaj, utána rájött, hogy gomban nyílik az ajtó, úgyhogy ki lehet nyitni. Reméljük tetszett, bájterek, ez volt az e-heti epizód, neves epizód még lesz, igyekszünk olyan emberekkel, akiket kommentben írtatok. Továbbá készülünk egy szuper titkos új zenei klippel. Mármint, hogy paródiával, ti se vegyétek komolyan, mi se vesszük komolyan. Továbbá töretlenül ott vagyunk Instagramon, köszönjük a fanoldalakat. És iratkozzatok fel, hiszen nem sokára átlépjük a 10 000-et. Legalábbis lehet, hogy mire már ezt leforgattuk, átléptük. Hopszó. Hopszó.